Sziasztok, és boldog szabadságharc ünneplést kívánok ma nektek. Március 15-e van, és úgy hiszem, hogy egy nagyon aktuális videóval szeretnék jönni hozzátok, és egy kis bemutatkozót hozni nektek magamról, és az Élve Éld az Életed programról. Tehát, ugye a szabadságharcot ünnepeljük a mai napon, és ugye nagyon sokféle szabadságról tudnánk beszélni. Én itt ugye az érzelmi szabadságról szeretnék beszélni, hogy igazából nyerünk harcokat magunk ellen, harcokat mások ellen, de az igazi harcokat, amiket megvívünk, az saját magunk békjúj ellen van. Le tudod-e ezeket szedni, le tudod-e magadat törni, magadról törni ezeket a félelmeket, ezeket a limitációkat. Ez a kérdés ma, vagy mennyire életedet ma olyan korlátok között, amiket a félelmeid határoznak meg. Tehát, ugye nagyon sokszor lehetséges az újrakezdés, de mennyien vagytok azok, akik szeretnének újrakezdeni, vagy ez a félelmekben élő élettel gondoljátok, hogy így is le lehet élni az életet, mert úgysem érdemelsz meg mást. Vagy mennyien vagytok azok, akik megcsökönyögtetek már az életben, azért mert automatikusan élitek az életeket, teszitek a dolgotokat, egy automatikusan napról napra mennek a cselekvések, a dolgok, és fel se ébredsz arra, hogy milyen nap van ma, csak az, hogy már megint este van, és a tévé előtt ülsz, és valaki másnak az életét éled át a televízión, vagy esetleg a filmeken keresztül. Tehát mennyire vagy dühös önmagadra azért, mert nem éled azt az életet, amit te szeretnél élni, és másoknak a békjúival éled le az életed, azt az életet akarva, amit ők úgymond kényszerítenek rád. Mennyien vagytok itt, akik párkapcsolati szakítás után vagytok esetleg, és nem tudjátok, hogy merre menjetek? Nem tudjátok, hogy esetleg van-e még valaki az életben, vagy ez az utolsó, aki volt, és foggal körömmel harcoltok ezért a kapcsolatért, és nem meritek letenni ezt, mert hogy ez is jobb, mint hogyha nincs senki, mert van-e olyan még, hogy szerető kapcsolat az életben? Tehát mennyire vagytok itt úgy, hogy újra kezdtek, de mindig ti vagytok a vesztesek. Mindig ti vagytok azok, akin az ostor csattan. Aztán mennyien vagytok itt, akik azt hiszik, hogy másoknak sikerül, csak neked nem sikerülhet. Mennyien vagytok esetleg itt, akik úgy érzik, hogy az élet a szenvedés, és csak fájdalom, és ti csak ezt érdemlitek meg. Mennyien vagytok itt azok, akik úgy érzik, hogy egyedül kell leélni az életeteket, és étel az egyedüli választásotok arra, hogy szeretettel etessétek magatokat, és ugye ezt az életet fogadjátok el. Mennyien vagytok itt, akik azt hiszik, hogy már úgy sincs időd arra, hogy változást tegyél ebben az életben, és más megélj? Mennyien vagytok itt esetleg, akik soha nem érezték még boldogan magatokat, illetve szeretve magatokat? Tudjátok, hogy nem vagytok egyedül. Nagyon sokat, amit ebből felsoroltam, én is ezek közé tartoztam, és hagy üdvözöljelek benneteket, Dr. Zsú vagyok, Dr. Fajcsák Simon Zsuzsanna, és én 24 évet töltöttem el 4 kontinensen, Magyarországról indulva, Amerikába, Ázsiába, aztán ezen keresztül Ausztráliáig eljutva. 4 egyetemen számos szakmai képzést végeztem, és egy elég széles szakmai tapasztalatra tettem szert, mert dolgoztam elitsportolókkal, egyetemistákkal, tanárokkal, orvosokkal, cégekkel, általános publikummal és gyerekekkel is. Azért, hogy ők a legjobbat kihozzák önmagukból, áttörve a félelmeiken, és megéljék a legboldogabb, legegészségesebb, legszeretettel telibb és legértelmesebb életet, amit csak lehet. A szakmai tapasztalataim, a személyes tapasztalataim is kiegészülnek,
ugyanis a sok sikertelen párkapcsolat járult ehhez hozzá, hogy több mint 11 éve azt mondtam, hogy ha én magamon nem változtatok, akkor semmi nem fog változni az életemben. És tanítani csak azt tud, aki igazán átment dolgokon, igazán meg tudott változni önmagában, és ezt a változást nagyon is hitelesen átadni. És jó pár évig önfejlesztéssel foglalkoztam a tréningeim mellett, de a tréningeim nagyon alapszinten voltak, így a saját magam gyógyítása állt a középpontban. Ez alatt óriási tapasztalatra és tudásra tettem szert, és az egész Élve éld az életet program tulajdonképpen úgy is mondhatnám, hogy egy univerzális értelmet kapott. Ezt az univerzális értelmet úgy értem, hogy egy univerzális erővel töltődött meg ez a program, és a sok-sok vipassana meditáció és a napi gyakorlásnak az eredménye, ami ugye is a tárgyilagos megfigyelést tanítja, egy nagyon különleges tudást kaptam, amit összekötve a szakmai tudásommal sikerült egy olyan programot kidolgozni, ami lépésről lépésre segít a félelmeink lakatjait kinyitni, és ezt mind magunk meg tudjuk tenni, és egy életre szóló változást létrehozni. Tehát nem csak egy 3 napra szóló motivációról van itt szó, hanem egy egész életre szóló változásról. Többszörös félelmeken önmagam is áttörtem, és ezek után állok most itt, vagyis ülök most itt előttetek, és képes vagyok vezetni bárkit ezen az úton, aki kész, mert hiszen ehhez semmi másra nem kell, semmi más előfeltételednek nem kell, hogy légy, hanem az, hogy kész legyél rá. Az Élve éld az életed program 3 nagy szegmensre épül, ami lépésről lépésre halad, hogy a múltad békjóiból kitörj, megtapasztald a belső békédet, és az intuíciódon, azaz a belső érzéseidre alapuló életet tudj megtapasztalni. Ezeken túl megtapasztald azt, és megtapasztalt tapasztalatban is megélt, hogy milyen az a kiegyensúlyozott étrend, mit tesz az a vércukorszint szabályzás és gluténmentesség az egészségedre, a napi jólétedre és az egész érzelmi állapotodra. Megtanulj egy olyan mozgásformát, amivel nem kiütöd magad, hanem egyensúlyba tartod magad fizikailag is. Tehát ez az egyensúly mindenre kijön, ugyanis amikor egy olyan mozgásformát csinálsz, ami a fáradtságból visszatölt, és nem még fáradtabbá tesz, azzal építed a szervezetedet. Tehát még ezek után egy olyan gyakorlatra teszel szert, amivel a saját érzelmeidet önállóan tudod majd kezelni. A 3. része a programnak pedig, hogy egy új életet alakítasz ki magadnak, egy új életutat, nem csak is egy új életet, és nem csak egy pár új célt, hanem egy teljes új életutat, amit értelemmel, szeretettel, boldogsággal tudsz megtölteni, és önállóan saját magadtól már. És erre az útra, itt ezen az életre, Élve éld az életet programon keresztül rá is lépsz. Tehát mi is a program eredménye? A lényeg az, hogy folyamatosan lépésről lépésre haladsz, megtanulod azt, hogy a változás az egy folyamat, és vagy lassabban, vagy gyorsabban, néha hullámzásokon keresztül, de egy átmeneti szakaszon átmész, amíg kiégnek azok az emberek az életedből, akik együtt rezegtek azzal a negatív éneddel, aki eddig voltál, kitisztulnak az emberi kapcsolataid, lehet, hogy a munkádból is kilépsz, nagy változások elé állsz ezen a téren is, és szépen lassan mindig annyi dolog fog csak följönni, amire elkészültél, és amihez már eszközöd van, és természetesen mindegyike sikerülni fog. Azután, hogy végre ne étel után sóvárogj, ez a következő eredménye a programnak, nagyon sokan szépen lassan leteszik azt, hogy az érzelmi alapon étkeznek, és étellel töltik meg magukat. Tehát az önszeretet, az öntisztelet megadásával megtanulod a boldogságot saját magadnak megtanulni, és saját magad kezébe venni az életedet.
Tudom, hogy nincs mindenki erre elkészülve, sőt, aki ezt látja, nagyon sokan ti sem vagytok még erre elkészülve, de úgy éreztem, hogy szeretném ezeket nektek elmondani, és azok esetleg, akik el vannak készülve erre a programra, tudják azt, hogy készek, mert már elegük van abból, hogy a félelmeik által korlátozott életet éljenek, és vállalják azt a folyamatot, amibe ez kerül, hogy ezt a változást egy életre szóló változássá tegyétek az életetekben. Tudom, hogy félsz a változástól, én is féltem annak idején, de azt tudom mondani, hogy az elméd, amikor mondja, hogy de mi is lesz azután, milyen is lesz az az élet, további kétségek nyomják itt, hogy lehetséges-e félelem nélkül élni, és megérdemlem-e a boldogságot egyébként is, megérdemlem-e a boldogság érzést valaha megtapasztalni ebben az életben, vagy megérdemlem-e a szeretetet, megérdemlem-e, hogy elfogadjam önmagam úgy, ahogy vagyok, és elég jó vagyok úgy, ahogy vagyok, felálljak önmagamért úgy, ahogy jó vagyok, ugyanis élek és lélegzem, és ez az egyedüli legfontosabb dolog. Tehát meg kell ütni az a helyet a dolgoknak, ahogy látjátok, és tudom, hogy nagyon sokatoknak a fejében ezek a gondolatok most is így átmennek, de a kérdés az mindig megismétlem, hogy folytatod-e az életed tovább a félelmeiddel, vagy adsz magadnak egy esélyt, hogy megtapasztalsz mást is, hogy milyen félelmeidtől szabadon belső békében boldogan élni, és hálával lenni a félelmeidért, mert azok óriási tudást hoztak neked. Aztán azt szoktam még hozzátenni, hogy adj magadnak egy esélyt, ugyanis ha megpróbáltad a boldogsággal élést, és nem sikerült, és nem tetszik, akkor nyugodtan visszamehetsz a félelemben való éléshez. Tehát azt mondom, hogy önmagam, aki négyszeresen kezdtem újra ebben az életben, és a nulláról most az álom-életemet tudom élni, és több más ezer emberrel világszerte, akik ezt a programot elvégezték, most te is adhatsz magadnak egy esélyt arra, hogy élve éld az életedet. Tehát ez az esély most a tiéd, bármikor várunk nagy szeretettel, főleg a május 4-én kezdődő 7-hetes programunkra, ami szombatonként lesz, és ezt direkt nektek ajánlottuk, nektek hoztuk ezt a programot, akik nem érnek rá 3 napot, 2 éjszakát eltölteni a rezidenciális programunkban, mert részt tudtok venni szombatonként, délután 2-2 órára, amikor a családot is el tudjátok rendezni, minden programot le tudtok rendezni, és ott tudtok lenni. Tehát ezt nektek alakítottuk ki, úgyhogy nagyon nagy szeretettel várunk április 3-án az első bevezető programjára, ennek a Élve éld az életet programnak, és ez 18 órától lesz az Újpesti, Budapesten az Újpesti Ifjúsági Központban. Jelentkezéseteket várjuk itt az alábbi e-mail címen, és ismételten sok szeretetet küldök nektek, Dr. Zsu voltam, sziasztok!